A napirendi pontok előtt a megyei közgyűlés az elmúlt napok rendkívüli eseményeiről, a viharkárokról és az elhárítási folyamatokról tartott beszámolókat hallgatott meg. Ezt követően a napirendi pontok között elfogadta a NAV tavalyi éves beszámolóját is. Soltész József, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Vám és Pénzügyőr igazgatóhelyettese foglalta össze a megyei közgyűlés számára a hivatal 2018-as tevékenységét. Külön kiemelte a szemléletváltás eredményeit, a támogatói jellegű ellenőrzések és a felszólítások gyakoriságának eredményeit, valamint az új adózók számára biztosított mentorprogramot is. A képviselők méltatták az Adó és Vámhivatal munkáját, kiemelve az egyre szélesebb tevékenységi kör és a növekvő felelősség súlyát, és kérdéseket tettek fel többek között a korrupciós ügyekről, a letartóztatásokról, valamint a hétköznapi ügymenetekről is. A Dorján Béla, jobbikos képviselő többek között a hivatal technikai felszereltségére, a házolós árusítók illegális tevékenységeire és az áfatörvény viszontagságaira hívta fel a figyelmet. Feltettem néhány kérdést a beszámolót megtartó ezredes úrnak, amelynek egyik része arra vonatkozott, hogy hogyan lehetséges az, hogy ilyen mértékű a cigaretta fekete kereskedelme Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. És ez pont azért volt érdekes, mert a megyei rendőrfőkapitányi beszámolókor is feltettem ugyanezt a kérdést, akkor egy viszonylagosan kitérő választ kaptam, mely arról adott adóbizonyságot, hogy nem feltétlenül a rendőri szervek feladata, a jövedéki bűncselekmények felderítése, kiderítés, stb. Erre szerettem volna most választ kapni, és ugyanakkor pedig azt is megtudhattuk, hogy bár kielégítőnek mondhatóak a technikai eszközök, ugyanakkor korán sem megfelelőek, hiszen hogyha megfelelőek lennének és hatékonyan működne akár a határrendészet, vagy akár a vám és pénzügyőrség tevékenysége, ezt tessenek úgy érteni, hogy technikai és emberi létszám feltöltöttségével együtt, akkor nyilvánvalóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében roppant nehéz, vagy egyáltalán nem lehetne hozzájutni azokhoz a jövedéki termékekhez, amit most garmadával lehet cigi formájában és egyébként szeszes ital formájában megvásárolni tulajdonképpen bármely településünkön. Ezt követően a nyilvános ülésszakaszban a közgyűlés elfogadta még a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új területrendezési tervének előkészítéséről szóló javaslati fázisának módosítását is. Ennek eredményeként új fogalomkészleteket vezetnek majd be, hangzott el a napirendi pont ismertetésén, ami többek között azt is jelenti, hogy várospárok együttműködési kiemelését, speciális terület használati lehetőségek meghatározását és turisztikai övezetek kiemelését is előkészítik a következő területrendezési tervben. A megyei közgyűlés valóban egy nagy jelentőségű dokumentumot tárgyalt, új rendezési terv készül a megyére. A terv a mostani ütemezés szerint jövő év márciusára lesz kész. Ennek a tervezési folyamatnak az előkészítő fázisát fogadta el a megyei közgyűlés, ami egy olyan alapozó dokumentum, amire a következő hónapok tevékenysége épül. Erre a dokumentumra, ennek a megállapításaira fogjuk alapozni a társadalmi egyeztetést, az önkormányzatok bevonását, a társadalmi civil szervezetek bevonását a tervezés folyamatába, és ennek eredményeképpen reméljük, hogy egy valóságos talapzaton nyugvó rendezési tervet tudunk aztán elfogadni a folyamat végén. Sesták Oszkár hozzátette, további cél, hogy a legkeletibb megyeként az úgynevezett keleti kapu szerepét is betölthessük. Ez nagyon fontos szempontja a tervnek, hogy három országgal vagyunk határosak. Szlovákiával csak egy 5 kilométeres határszakaszon, de arra is abba az irányba is nyitott a megye, és fontos tekintettel lennünk nem csak az országon belüli térszerkezeti kapcsolatokra, hanem az országon túlnyúló szerkezeti kapcsolatokra, és hát ebben méltán alapozhatunk a keleti kapu szerepkörre, hiszen olyan fontos közlekedési folyosók mennek át Ukrajna felé elsősorban, de az Észak-Erdély elérő 49-es gyorsforgalmi, reményeink szerint majd egy gyorsforgalmi út is egy nagyon jelentős térszerkezeti kapcsolatot jelent, tehát így a határmenti fejlesztésekre, határmenti együttműködésekre különösképpen figyelünk el a tervezés folyamatában is. A közgyűlés a nyári szünet előtti utolsó ülésen minden napi rendi pontot elfogadott. A soron következő közgyűlés szeptember 2. felében lesz esedékes, de augusztus 20-a utánra terveztek még egy rendkívüli közgyűlést is.